A mai videóban kicsit rendhagyobb témát hoztunk el nektek, ugyanis megpróbáltuk felkutatni a napjaink labdarúgásának legmeghatározóbb játékosainak a legelső interjúját. Szóval nézzük is meg együtt, milyen volt Neymar, Szoboszlai vagy akár Cristiano Ronaldo, mikor még nem is sejtették, hogy egy nap majd profi labdarúgók lesznek. Neymarral a legelső interjú 2004-ben készült, ami egészen különleges, mivel a játékos akkor még csak 12 éves volt. Egy dokumentumfilmet forgattak Robinhóról a 2006-os világbajnokság idejére. A filmben olyan fiatalokkal készítettek interjút a Santosból, akik nagy reménységnek számítottak, és akár egy nap a brazil csatár nyomdokaiba is léphetnek. Az egyik ilyen fiatal reménység Neymar volt. Sajnos a dokumentumfilm végül nem jelent meg, mivel a dél-amerikai csapat és köztük Robinho is rosszul szerepelt a világbajnokságon, de az interjú részlet nyilvánosságra került. Qual é seu nome? Neymar. E qual a sua idade, Neymar? 12 anos. Porque você tem uma foto sua com o Robinho aqui, né? É. Quando é que foi isso? Foi em 2003, ano passado. E como é que foi esse encontro? Por que que ele foi te encontrar? Como é que foi? Ele falou que eu era parecido com ele, essas coisas. O que que ele falou pra você? Ah, falou pra mim continuar batalhando, estudando. Que um dia eu chego. Você virando profissional, ganhando uma grana, qual a primeira coisa que você faria com o dinheiro ganhando assim? Ajudar meus pais, minha família. E pra você, o que, que você compraria pra você? Sei. Tem uns troféus aí, umas medalhas? Tem. Mostra aí pra mim. Que? Então explica por que, que esse troféu aqui é importante. Ah, porque só eu e o Robin, né, conseguimos aqui de Santos ter esse troféu de salão, tênis de ouro. Melhor. Kevin De Bruyne-vel 2002-ben készítették el az első interjút. Akkoriban a belga középpályás a Gent játékosa volt. Éppen a kupa döntő előtt készült vele az interjú, amelyben Kevin végül 4 gólt is rúgott. Mijn favoriete ploeg is Liverpool en mijn favoriete speler is Michael Owen en daar zou ik graag willen bij spelen. Szoboszlai Dominik 2017-ben egy nemzetközi tornán vett részt Katarban a Salzburg U17-es csapatával. Olyan neves ellenfelek voltak a tornán, mint a Bayern München, a Real Madrid és a PSG. Az osztrák csapat az elődöntőig menetelt, ám ott a helyi Özpályor Akadémia már túl nagy falatnak bizonyult. Hiába szerzett Szoboszlai gólt és a meccsemberének is megválasztották, a Salzburg így is kiesett. Köszönöm szépen, hogy engem választottak, én ezt legjobbának, mindent megtettem ennek érdekében. Köszönöm szépen a családomnak, és tudják azoknak, akiknek köszönök még mindent. Thank you. Cristiano Ronaldoval 2001-ben készült egy hosszabb interjú. A portugál sztár 16 évesen mutatta be, hogy milyen az élet Sporting akadémistaként. Viszont mivel akkoriban még nem volt kész a klub létesítménye, a játékosoknak hostelben kellett lakniuk. Podia ser melhor, mas para remediar até que nós vamos para o Cheto, até dá. Eu por acaso não passo muito tempo, eu venho só aqui mesmo só para dormir e depois saio logo daqui, não venho estar muito tempo aqui dentro. Vou passear. Colombo, Vasco da Gama, Moraes. Onde é que eu fui? Compraste? Ei, tenho uma dessas em casa, pô. Sabor da carne, pô. Quanto é que foi isso? Foi? Entre os 200, vá. É isso. É, mas, não, mais pelos 200. Ela que guarda o dinheiro no banco, isso. Quando eu preciso ir para ela, ela mete o dinheiro no banco. É assim que a gente vive. Ide ne zárt körülbelül 10 éves volt, mikor akkori csapatával, a Stade Brannoisszal készült egy kupa negyed döntőjére. Ő volt a csapatkapitány, ám végül elvesztették a találkozót. Ilyenkor készült vele az interjú. Comment est-ce qu'on se sent avant ce quart de finale? Ça va la pression mon? Ouais, un petit peu stressé mais ça va. Moi je me sens bien mais un petit pronostic? On va perdre. Enfin non, on va gagner mais je sais pas comment. Ezek voltak a híres labdarúgók fiatal korukban. Ha esetleg szeretnétek még hasonló videót látni, akkor kommentbe írjátok le nekünk, kik szerepeljenek a következő részben. Hajrá magyarok, hajrá félidő!